Kistarcsán több helyszínen is megemlékeztek az 1848-as forradalom és szabadságharcról. Koszorúzási ünnepséget rendeztek a civil ház falán elhelyezett emléktáblánál. A himnuszt a Simándi József általános iskola fúvós zenekara adta elő. Gyulai Pál Hazám című versét Kózol Fruzsina szavalta el. Inkább halál, mint gyáva élet. Igen, veszünk, ha veszni kell. De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz, és vérezzünk dicsően el. Lesz legalább a történetben rólunk egy nagy emlékezet. Egy büszke népért meggyalázva, de dicsőn halt, mint született. Az emléktáblánál koszorút helyeztek el Kistarcsa város vezetői, a település intézményének irányítói, a Simándi József általános iskola vezetői, a politikai pártok képviselői és civil szervezetek tagjai is. A megemlékezés a Csigaházban folytatódott. Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere ünnepi beszédében a lengyelek szerepét emelte ki a szabadságharcban. Mi is tanultuk, hogy a magyar és a lengyel népet uralkodói családi kapcsolatok fűzték egymáshoz, és ha kellett, egymásnál találtak menedéket, vagy kértek segítséget. Ez elmondható általában a két nép egész történelmi kapcsolatára. A magyarországi lengyelség egyúttal a lengyel és magyar nemzet történetének legjelentősebb és legfényesebb fejezetei közé tartozik, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, amelyben Bem József és Henrik Dembinski tábornokkal az élen több ezer lengyel tiszt és közkatona vett részt. Vajon miért tették? Természetesen nem csupán testvéri szeretetből, de pontosan tudták, hogyha a magyarok számíthatnak rájuk baj idején, fordítva is így lesz, mint közös történelmük során annyiszor előfordult már. A lengyelek elsősorban a szétszakított lengyel állam egyesítésén dolgoztak. Folyamatosan érzékenyen reagáltak a nemzetközi politika minden rezdülésére, és minden alkalmat megragadtak, hogy sorsukon változtassanak. 1830. novemberében a lengyel királyságban felkelés tört ki. A magyar vármegyék akkor gyűjtéseket és jótékonysági bálokat rendeztek, anyagi eszközökkel siettek a lengyelek segítségére. Abban az időben az ifjúság körében divattá vált a lengyel viselet, sok magyar fiatal átszökött a határon, hogy harcolhasson a felkelők oldalán. A lengyel ügyet az ellenzék vezetői, Deák, Kossuth, Kölcsey, Ötvös, az írók közül kiemelkedik Vörösmarty Mihály Bajza József, nyíltan támogatták
amit nagy aggodalommal figyeltek Bécsben. 1848. márciusában a Magyarországon élő lengyelek is lelkesen fogadták a magyar forradalom hírét, mondta Solymosi Sándor. A pesti lengyelek fáklyás felvonulással köszöntötték a Pestre érkező és a magyar kormánnyal kapcsolatot kereső galíciai lengyelek képviselőit. A bécsi forradalom és a poznani felkelés vezetői is magyar földön kerestek menedéket. Kossuth örömmel fogadta a nagyobb harci tapasztalatokkal rendelkező lengyelek belépését a magyar hadseregbe. Bem, Dembinski, Visoszki, Bulharin kiválóan képzett tisztek voltak, és a császári oldalról is tömegesen szöktek át lengyel katonák a magyar oldalra. A lengyelek ott harcoltak a legnagyobb csatákban. Szolnok alatt 1849. március 5-én Vladislav Poninszky ulánusai, 60-nál József Jagmin lovasai, Tápió Bicskénél ismét az ulánusok tüntették ki magukat. Az isaszegi csatában József Visoszki vezetésével a lengyel légió nyújtott segítséget. Sok lengyel katona esett áldozatul a végül győzelmes csatában, Isaszegen a mai napig őrzik emléküket. Kossuth Lajos előttük tisztelgett gödöllőn levett kalappal. Az 1848-49-es forradalom veresége csak átmenetileg csendesítette le a lengyel függetlenségi mozgalmakat. A lengyelek továbbra is ott voltak mindenütt, ahol egy-egy nép, például az olasz, a szabadságért küzdött. Orosz Lengyelországban 1863-ban újabb lengyel felkelés tört ki, amelyet támogatott az 1849-es magyar emigráció is. Több száz magyar küzdött a lengyelek soraiban, a felkelés hősi halottai között ott találjuk sok magyar ifjú mellett Eszterházy Ottó lovaskapitányt, Nyári Ferenc őrnagyot, Vallis Béla és Bátori hadnagyot. A bukás után mintegy 4000 lengyel menekült hozzánk, a magyar társadalom ismét széleskörű gyűjtéssel segítette mind a menekülteket, mind a felkelők családjait. Március 23-a a lengyel-magyar barátság napja. Azt hiszem, a világon egyedülálló, páratlan barátságról van szó, amelyet ápolnunk kötelességünk. A lengyel nép szolidaritása a magyar nép iránt mai napig érezhető. A békemenetben több ezer lengyel is részt vett. Barátaink ma is fontosnak érzik, hogy kiálljanak mellettünk, akár Európa szintű fórumokon is. A kistarcsai Simándi József általános iskola diákjai az 1848-as forradalomról szóló irodalmi játékot adtak elő. Gyűlés Pesten! Törvény alatti egyenlőség!
különösek polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg! Közös teherviselés! Úr-béri viszonyok megszüntetése! Esküdték képviselet egyenlőség alapján! Nemzeti bank! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra! Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük! A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak! Unió Erdélyen! Első lépésként tegyük szabaddá a sajtót! Induljunk, nyomtassuk ki követeléseinket! Menjünk a landerel nyomdába!